Sokan kérdeztétek tőlem, hogy mi az, ami engem igazán megfog Budapestben, ezt megmutatom nektek. Még egy dolog, amit nagyon szeretek, ami pedig nem más, mint a berendez... A bútorokkal való berendezkedés, illetve tényleg ami a költözése jár. Én mindig is nagyon szerettem bútorokat vásárolni, illetve kicsit a bútorvásárlás az olyan, mint a ruhavásárlás. Mert amikor veszel egy cipőt a boltban, utána általában ahhoz választod a pólódat, kulcsidat, nadrágodat, és így tovább. Rohadt életben. Mert nagyjából ugyanígy van egyébként a bútorokkal is, mert nyilván az néz ki valamikor összeégik minden. Nem mondom, hogy nem örülnék egy kis segítségnek, de... Ez nem is olyan egyszerű, mint hittem. A napjaimnak egyébként a nagy része az mostanában a bútorokkal és a berendezéssel megy el. Nagyon sok minden kell, szóval el se innétek, hogyha a fiatalabb nézőimnek mondom, hogyha majd költöztök, látni fogjátok, hogy nem is gondolnátok, hogy mennyi cuccotok van. És azt se gondolnátok, hogy mekkora káosz tud keletkezni időnként. Nektek őszintén, hogy house tourt nem terveztem, nem is szeretnék csinálni, szeretném, hogyha egy ilyen kis magánéletbeli dolog megmaradna nekem. Valamennyit úgy is látni fogtok a videókból, viszont amint lesz rá lehetőségem, egy setup tour lesz. Megmutatom nektek az én kis szobámat, ahol a videó fognak készülni. Nézzük meg! Na ezzel még várunk egy picit, ugyanis kicsit más dologról szeretnék veletek beszélni a mai videóban. A téma, amiről beszélni szeretnék veletek, az, hogy miért nem megyek bele politikai dolgokba. Nagyon sok videót láttam már, hogy a youtuberek ugye nem beszélnek politikáról, mindenki csak mindig mosolyog, meg stb. De ez nem pontosan ezért van, hanem egyszerűen én nem szeretnék olyanról beszélni, amihez nem értek. Ez ilyen egyszerű. Ne értsétek félre, ez nem azt jelenti, hogy nekem nincsen véleményem erről az egész dologról, de nem szeretnék úgy esetleg befolyásolni valakit az én véleményemmel, hogy nem értek hozzá. Ez az, amiben soha nem mertem belemenni, és nem is szerettem volna. Bocsi a hangzavaré, menjünk egy csöndesebb helyre. Na, sokkal jobb. Próbálok kicsit arra is figyelni így a napokban, hogy a sok-sok költözködés mellett és a bútorok összerakásának közben legyenek programok, úgyhogy most program következik. Nos, hát azzal akartam folytatni ezt a vlogot, hogy mivel jó idő van, ezért milyen programot fogunk majd csinálni, de pont most, gyerekek... Amíg ideértünk a helyszínre, teljesen beborult minden. A fő célom az volt, hogy programként eljövünk az állatkertbe, ugyanis én régen kaptam valakitől egy ajándékot, és szerintem ez egy tök jó dolog, ezt megmutatom nektek. Egy olyan ajándékot kaptam, amiben egy évre egy állatot örökbe lehet fogadni. Hát jó, nyilván nem úgy vegyétek az örökbefogadás, hogy egy elefánt hazavihettek, hanem egy évig a gondozási része a te neveden van. Remélem, ezt így jól fogalmaztam meg. És én egy rókát kaptam. Most megkeressük ezt a rókát itt az állatkertben, nem tudom pontosan, hogy hol van. Úgyhogy let's go! Amíg megkeresem az én kis háziállatomat, azt mindenképpen szóba akartam hozni, hogy nekem soha nem volt kutyám, soha nem volt macskám, az egyetlen háziállat, ami volt nekem, az egy hal volt. És nem sokáig élt sajnos. Úgyhogy éppen ezért, ez szerintem egy pont azoknak az embereknek, akiknek soha nem volt háziállatuk, ez egy tök kedves gesztus lehet, és mégis el tudják mondani azt, hogy nekem van egy állatom. Viszont futi van, mert szét fogok ázni. Hihetetlen egyébként, hogy percről percre változik az időjárás. Gyerekek, az előbb azt láttátok, hogy rohanok az esőben, most meg... Te vagy az? Nem? Nem ő. Nos, időközben megtaláltam, hogy hol vannak a rókák. Szerintem jó nyomon járok. Nos, hát megtaláltam, de sajnos nincs itt.
Szóval hátul van egy ajtó, valószínűleg mögött vannak. Állítólag három kölyök van itt, nagyon fiatalok. És időközben az állatkert bezárt, sajnos ma nem jártunk sikerre, úgyhogy én holnap visszajövök ide. Hogyha holnap se lesz itt, akkor fel kell, hogy adjam ezt az egész produkciót. Egy próbát szerintem megér azt, hogy holnap visszajöjjünk. Nos, időközben másnap reggel van, várom a liftet, hogy megjön, viszont még valamit muszáj reggeliznem. És hogyha választanom kéne például a három étkezés közül, akkor biztos, hogy a reggelit választanám, mert szerintem azzal indítod a napodat, az, ami reggel megadja neked az első nagy löketet, úgyhogy a reggelit soha ne adjátok ki szerintem. Gyerekek, úgy néz ki, hogy találtunk valakit, egy ilyen gondozót, vagy valakit, aki vagy beenged hozzá, vagy pedig kihozza nekünk a kis rókát, úgyhogy elméletileg sikerülni fog a dolog. Jó, behozom a kamerát. Szelíd? Szóval nem... Hát marhára nem szelíd. Nem szelíd? Ki fogom zárni, de... Hát te maradjál. Onnan fog kijönni? Aha, állítólag nem fognak harapni. Kettő róka már kijött. Ő Muki. Van egy ilyen törvény. Magyarországon naponta, mit tudom én, legalább 200 rókát lelő. Uh-huh. A róka fél ezért az embertől, mert ugye, amelyiket ember már meglát, az valószínűleg nagyobb veszélyben van, hamarabb lelőlik, mint amelyik állandóan rejtőzik. De hogy felszökkented a... A rókáknak csak egy nagyon minimális százalék az, amelyik alkalmas arra, hogy szelíd rókává váljon. A rókának a gondozó egyébként nagyon rendes volt, de kényelmetlenzik. És amíg benn voltam a rókánál, kint nagyon sokan felismertetek engem, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, azért beszélek egyébként nagyon halkan, mert a háttérben ott egy elefánt gyerekek. Nos, hát ennyi volt ez a heti vlog, remélem tetszett nektek, gondoltam, hogy kicsit egy ilyen másfajta témát közelítek meg, nagy részben benne. Hogyha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel, és ha tetszett a videó, akkor esetleg azt egy like formájában jelezzétek. Ha nem tetszett, akkor meg, akkor is iratkozzatok fel. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, találkozunk jövő héten is remélhetőleg, viszont ott nagyon jó program, ez is jó program volt, de ott egy elég durva programmal fogunk nektek jönni. Sziasztok!